Nem, minden jót önök, remélem. Jól látszom, jól hallatszom. Nagyon jó témát hoztam ma nektek, mert néha-néha vissza kell tekinteni, és hogyha van valami hiba, akkor azt meg kell nézni. És én most azt látom, hogy ha bármelyikőtöknél is azok a dolgok, amiket ma elmondok, hát előbukkan, akkor vissza kell térni rá, és kijavítani. Mi a legnagyobb hiba, amit elkövethetsz az online teremtésben? Nagyon sok embernél látom azt, szia Gyuri, hogy szeretnének megúszni dolgokat. Szeretnének átugrani dolgokat, és hát azzal a lendülettel mondjuk átugranak egy másik lehetőségbe, üzletbe. Aztán azt látom, hogy már onnan is átugrottak, és mi lehet a hiba? Hát az a hiba, hogy nem fogadtatták el magukat. Tehát írjátok föl, hogy az első az, hogy el kell fogadtatnod magad, és ahhoz, hogy elfogadtasd magad, hát egy kicsit úgy jelen kell lenni. Tehát meg kell mutatni magad, le kell tesztelni egy bizonyos dolgot, ha valamilyen termékes dologban vagy, akkor azt nagyon jól le kell tesztelni. És egyszerűen csak el kell kezdeni kommunikálni. Nagyon sok esetben látom azt, hogy ha valami jó marketingrendszer van, akkor azt úgy le akarják rövidíteni. Különböző hülyeségeket látok, hogy nem a marketingrendszer szerint dolgozik valaki, és csodálkozik, hogy nem úgy fejlődik. Tehát vannak lépcsők, lépések, amik egyszerűen meg kell tenni. Nem tudsz fölmenni a 10. emeletre csak a megfelelő szerszámmal, lifttel, vagy föl kell menni az elsőre, másodikra, harmadikra, még a lift sem megy föl úgy, hogy rögtön a negyedikre, aztán egy kicsit visszaugrik a másodikra, és utána föl, bár néhány szállodában ez mégis előfordul, de nálunk azért nem lehet az online teremtésbe. Na, akkor hát kapjunk bele, most csak ilyen bevezetést mondtam, hogy ide jöjjetek. Jut eszembe, tegnap hiányoztam-e? Tényleg úgy, mert többen azt hitték, hogy hú, valami, nem is tudom, mi történt, és akkor mostan így lezáródnak a dolgok. Tehát rögtön ez a pánik hangulat, hogy hú, már biztos valami van. Néhányotoknak elmondtam, hogy mi történt így privátban. Sajnos a családban van egy nem jó dolog, és hát be kellett segítkeznem, és pont 8 és 9 óra között. De itt vagyok nálatok, itt vagyok, folyamatosan nyomulunk, megyünk, csináljuk a dolgunkat, és hát a lényeg az, hogy ugye benne vagyunk a flow-ba. Na most akkor még egyszer, elnézést, tudjátok, korán reggel van még, aztán kicsit még így köhécselek. Jó, oké, szia Andrea, szia Tündi, nagyon jó, hogy eljöttetek ilyen sokan. Szóval, menjünk lépésről lépésre. Tehát az első hiba az, amikor írjátok le, egyébként érdemes leírni, hogy nem kötelezed el magad. Tehát csak belekapkodsz, belemész valamilyen üzletbe, mert hirtelen ez jó ötletnek tűnt, de inkább egy picit lassabban induljatok el, tehát nézzétek meg, hogy mibe léptek be, jó körültekintőek legyetek, de ha egyszer belementél, akkor rögtön ugye a második dolog, hogy az elkötelezettség után, hogy válasz magadnak egy mentort. De most természetesen a mentorod az a saját szponzorod lesz, de nagyon sok esetben van úgy, hogy amikor a szponzor behoz téged, aztán ő nem lesz elkötelezett és elmegy, és akkor most mi van? Most akkor te is elmész? Ha tudnátok, én hány szponzort kilőttem már annak idején, és tudtam, hogy ha valami jó, akkor azt szponzor nélkül is meg tudom csinálni, mert van oktatási rendszere a minden egyes cégnek, de a legjobb az, hogyha megnézed a szponzorvonalon, hogy ha a szponzor esetleg ilyen balfácán, nem tudok más mondani, hogy elmegy, hogy akkor nézd meg, hogy ki lehet az, aki téged legjobban tud tanítani. És innentől kezdve az oktatási rendszerre minél hamarabb rá kell állni, és megcsinálni, amit az oktatási rendszer nyújt.
Tehát sokan azt hiszik, hogy majd ők kitalálják, hogy hogy kéne még másképpen csinálni, és akkor össze-vissza mindenféle dolgot csinálnak, mondom, átírják a marketing terveket, aztán csodálkoznak, hogy nem a legész, nem úgy történik, ahogy kellene. Esetleg ez ismerős? Ismerős ez a dolog, hogy beléptél egy üzletbe, aztán a szponzor mindenféle baromságot csinált, és akkor hát úgy hirtelen meginoktál. Viszont látod azt, hogy mondjuk a felső vezetés azért nyomja, csinálja, mutat példát, mutat eredményeket, és akkor te fogod magad, és azt mondod, hogy jó, akkor nézzük csak meg, hogy is kell ezt igazán csinálni, és akkor elkezded az első sikereket, és akkor utána minden happy. Tehát nagyon-nagyon fontos, tudom, hogy a networkerek a rózsaszín ködöt mondják minden egyes cégnél, hogy hú, ez aztán minden hit. Én el szoktam mondani azt is, hogyha vannak olyan hibák, amiket ki kell javítani, és én már láttam ilyen hibákat, tehát oda teszitek ezt, ahol akarjátok, de a lényeg az, hogy jelenségek vannak mindenhol, és az egésznek a központjában neked kell lenni, hogy tényleg elkötelezett vagy az adott cégednél, jó-e terméked, és jó-e az oktatási rendszer, amire tényleg rá tudsz épülni. Nagyon sok esetben látom, és ugye ez a harmadik, amikor nem vállalják föl magukat az emberek. Tehát most nézzétek meg, ha tegyük föl, elkövetnéd azt a hülyeséget, hogy mondjuk elmennél, mondjuk, hogyha nálunk vagy a mi üzletünkbe, és elmennél egy másik üzletbe. Szerinted ott nem kell tesztelned? Ez úgy nem kell mondjuk termékeket megenni, hogyha termékes üzletbe vagy? Vagy nem kell használnod az adott szolgáltatást? Csak úgy maguktól így megtörténnek a dolgok? Vagy hogyha gyorsan akarsz haladni, akkor nem kell ezt reklámozni? Nem kell emberi kapcsolatokat építeni? Nem kell bizalmi hidat építeni, szerintetek? De tényleg írjátok már ide, hogy nyugodtan odaírhatod, hogy hát figyelj, én találtam egy olyan üzletet, hogy semmit nem kell csinálni. Én csak úgy vagyok ottan, jönnek maguktól az emberek, nem kell tesztelni se, nem kell pénzt befizetni se, 0%-os dolog, csak tényleg ott kell legyek, és akkor csak minden hónapban a bankkártyámat be kell vinni, és akkor rámegy egy csomó pénz. De van ilyen, szerintetek? Akik ilyet hirdetnek, azoktól menekültek nagyon gyorsan, és nem tudjátok megúszni azt, hogy reklámozni az adott tevékenységet. Írja Bozsana, a legújabb munkatársa, hogy nincs ilyen. Persze, hogy nincsen ilyen. Tudjátok, hogy mi a legfontosabb, amiben kell, és ez még megint hiba, hogy az emberek nem akarják azt megérteni, hogy egy közösséget kell építeni. Tehát nem céget kell építeni, a cég az építi magát, épül magától, szinte eladódnak maguktól a termékek, hanem közösséget kell építeni, és hát én szoktam így csóválni a fejemet, hogyha eddig nem építettél magad köré egy olyan csoportot, ez minimum 5 ember, de inkább több, ha eddig az eddig életedben, olyan emberekkel vagy körülvéve, akik nem hisznek neked, hát ezen el kell gondolkozni. Jó erősen el kell gondolkozni, mert valószínűleg nem vagy hiteles ember. És most szeretnélek benneteket megkérni természetesen, hogyha bevállaljátok, hogy 1-től vagy 0-tól 10-ig, írjatok már ide egy számot, hogy szerinted mennyire vagy hiteles a környezetedben? Mennyire hiszik el azt neked, amit mondasz. Tudom, hogy ez most nehéz, mert most találkozol a jelenséggel, hogy francba, hát akkor most akkor hiába mondok bármit, nem fognak nekem hinni. Előfordul. Ő zárója. Én voltam olyan üzletben, ami nagyon jó dolognak tűnt, és egy évig ment is. És utána eltűnt a cég. Eladták, vagy nem tudom mi lett vele, csak eltűnt. És képzeljétek el, hogy egy nagyon jó közösséget kiépítettem, és
És eltűnt a cég, és oda kellett állnom az emberek elő, hogy gyerekek, valamit nagyon benéztünk, és elmondtam őszintén, hogy mi történt. Tehát, hogy nem miattam van ez, hogy most eltűnt a cég, hanem egyszerűen, hát van ilyen jelenség, nem gondoltam, hogy ez megtörténhet. És tudjátok, hogy mi volt a szerencsém? Hogy nem az utolsó pillanatban álltam ki, hanem folyamatosan mindig, minden reggel elmondtam, hogy az adott cég, az most hol tart, mit csinál, mi van, és akkor is látták az emberek, amikor csatlakoztam, akkor is látták, amikor fölnövekvő ág volt, akkor is, amikor igazgatói pozícióba léptem, és akkor is, amikor eltűnt a cég. Tehát minden egyes döntési eredményeimet látták a közösségem. Mondhatjátok azt, hogy ha könnyű neked, Vili, mert akkor a közönséget, követőtábort ki neveltél, vagy megteremtettél, hogy ha mondasz valamit, akkor gyorsan elhiszik. Most el tudjátok képzelni, hogy egy ilyen úgynevezett bukás után, bár én nem bukásnak vettem, hanem egyszer egy jelenségnek, milyen volt kiállni az emberek elé, és egy másik lehetőséget ajánlani? A lehetetlen kategóriának tűnhet. Viszont azért nem volt az, mert a követő tábor az pontosan tudta, hogy mi történik. Tehát ezért mindig összeteszem a kezemet, és hálát adok a mesteremnek, hogy azt mondta, hogy figyú, minden nap adjál információt az embereknek, mert bármi történik, ugye nem cégekhez csatlakoznak emberek, hanem hozzád és a csoporthoz, és az élet nem áll meg, az energia az áramlik, és soha nem lehet tudni. Na most, ez egy nagyon jó tanítás volt nekem, és nektek is legyen ez, mert gondolom, ti is voltatok már ilyen helyzetben, hogy hát igen, létezik ilyen, de hál' Istennek már most ugye letisztázódtak a dolgok, és hát a törvények is úgy adják, hogy azért úgy olyan cégeket nem nagyon képviselnek már emberek, legalábbis én most úgy látom, hogy megnyugodott ilyen téren a így Magyarország legalábbis, hogy ez most úgy ellaposodott, és mindenki megtalálta azt a céget, ami hogy most úgy jó. Tehát nem tudom, ti hogy látjátok, én így látom. Igen, nem, de megint jött egy olyan dolog, hogy oké, de hát most hogy reklámozzuk? Hát mondom, a tesztelésekkel kell reklámozni, illetve azt a közösséget, amit te is kialakítasz magadnak, egy olyan információ folyamatos áramlását kell nekik biztosítani, amik alapján, ugye mindig mutatom ezt a libikókát, ő összeér az érdeklődés és az információ. Az érdeklődés és az információ. És ez megint egy nagyon nagy hiba, hogy az emberek nem adják meg maguknak azt az időt, mert ennek idő kell, még az információ odaér ahhoz az emberhez, akihez oda kell, hogy érjen. És az első 90 nap, én mindig mondom nektek, arról szól, amikor kommunikáltok, hogy megismernek benneteket. Mert hiába mész el te egy másik céghez, hiába azt mondod, hogy most akkor ez nem, hanem amaz, ott ugyanezt meg kell csinálnod. És észreveszed, hogy a francba, hát miért nem csináltam már meg annál, ami már biztos, hogy működik, holott most megint újra kell kezdened, mert mindig újra kell kezdened az információt, ha átmész mondjuk egy másik céghez. Viszont ez is egy jelenség, azért elmondom nektek, hogy ez a vándorlás. Mindig a gyengék vándorolnak. Mindig azok, akik gyengék, azok azt hiszik, hogy már máshol nem kell megcsinálni dolgokat, és akkor nem tartanak ki. Szerintetek mi miért csináljuk folyamatosan az úgynevezett ilyen csapatgyűléseket, ami például csütörtökönként van. Miért csináljuk azt, hogy beszélgetünk, és nyílt betekintést adunk bárkinek, hogy megismerjenek bennünket? Miért csináljuk szerintetek? Azért csináljuk, hogy bebiztosítsunk benneteket, hogy milyen döntést mi miért hozunk, mi van annak a hátterében, hogy mi ennyire elkötelezettek vagyunk, és aki már volt ilyen csütörtöki találkozónkon, láthatjátok, hogy egy ilyen csodabogarak vagyunk, mi legalábbis ezt mondták rólunk, hogy annyira imádjuk a cégünket, annyira imádjuk a termékeinket, annyira imádjuk egymást,
tényleg tűzzel, vassal harcolunk egymásért, egymás egészségéért. Írjátok ide, hogyha ezt nem így tapasztaljátok, hogy szinte többet adunk, mint amennyit elvárnának tőlünk. És megint itt van egy hiba, hogy te megteszed-e azt, hogy többet adsz, mint amennyit elvárnának tőled. Mert ez, hogyha nem így csinálod, ez egy hiba. Azt mondta Márkiusz mester, hogy akkor is építenéd el a cégedet, ha nem fizetnének érte. Akkor is minden nap mondanád, hogy ez mennyire jó. Ez egy érdekes dolog. Akkor is. Akkor is mondanád. Tehát akkor vagy benne egy üzletbe igazán, amikor akkor is szereted, hogyha nem fizetnének érte. Az egy haba tortán, hogy jó megfizetik, ha te jó reklámtevékenységet csinálsz. Sokan azt hiszik, hogy, és ez megint egy hiba, hogy a networkség az, hogy úgy össze-vissza spamelek, hogy ez a világ legjobb üzlete, és akkor nagyon jó Matrix, vagy hibrid binár, vagy Isten tudja milyen rendszerek vannak, és akkor már az mindent megold. Hát most képzeljétek el, ha ez így lenne, akkor az adott network cégek, azok egyszerűen föladnának egy ilyen hirdetést, van rá pénzük, mindenhova betennék, és akkor várnák, hogy rendeljenek, és akkor önműködően menne minden. De nem veszik azt észre sokan, hogy mi reklámemberek épp ezért vagyunk, hogy ezt a dolgot fölvállaljuk a cégtől, mert nem működik az, hogy föladsz egy hirdetés, és majd jelentkeznek. Ez nem működik. Ezért kell a bizalmi hídra rámenni nagyon. Ugye ajánlom, hogy csatlakozzatok fel a YouTube csatornámra, mert nagyon sokat beszélek a bizalmi hídról, és a közösségről, amit építened kell. Tehát, hogyha ezt nem csináljátok meg, hogy állandó bizalmi hídépítés és állandó közösségépítés minden nap, akkor nem fog működni a dolog. És megint ugye az idő. Tehát csak nézzétek meg, hogy az életetek során mennyi idő kellett bizonyos dolgokhoz. Mennyi idő kellett a párkapcsolatodhoz például. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy egy jó munkahelyet kapjál, ahol el is fogadnak. Mennyi idő kellett egy jó dolognak a megtanulásához. Nem. A dolgok nem azonnal működnek. Mindennek rendelt ideje van. Ez a mi szakmánk, én így mondom, ehhez is idő kell. Nagyon-nagyon nagy, sok türelem kell hozzá. Hát emberekkel foglalkozunk. Tehát embereknek meg lelkük van. A lélek nagyon sérülékeny. A lelket egyetlen egy módon lehet táplálni szeretettel. És ugye hány olyan üzletembert láttok, vagy szponzort, aki egyszerűen nem is törődik a lelkeddel, csak nyomul állandóan, és szinte erőszakosan mondja neked, hogy mit csinálj. Én látok olyan embereket, hogy így leírják, és kőkeményen azt, ha nem csinálod, hogy hol tartasz már, és Atya Úristen, szoktam így fogni a fejemet, hogy mi van? Tehát annyira érzékenyek az emberek, és írjátok ide, hogy ha így gondoljátok, vagy ha nem, azt is nyugodtan, hogy nézd magadba, hogy te mennyire érzékeny vagy, hogy hogyan bánnak veled. Mennyire bírod elviselni a negatív kritikákat? Mennyire bírod elviselni a mesterednek a tanításait? Én híres vagyok arról, hogy én beleszúrok a, úgymond, a tanítványoknak a szívébe, de nagyon durván. De én azt annyira szeretettel csinálom, hogy mindig épülve jönnek ki belőle. Persze azok, akik fogják az adásokat. Van, aki annyira érzékeny, hogy ugye nem bírja azt, hogyha hát negatívan kritizálja a mentor, és azért megmutatja, hogy azért mit érdemes csinálni. Néha meg kell fogni az emberek ramancát, hogy ember, hát ne ezt csináld. Én nagyon sokszor látom azt, hogy
hogy megvan az nagyon-nagyon egyszerű lépés. És ahelyett egy sokkal bonyolultabb lépést csinálnak. Én hallottam olyan horrorisztikus történeteket, hogy emberek a csapattagjaiktól pénzt kértek azért, hogy egyáltalán működjön az adott rendszer. Én így fogtam a fejem, hogy úristen, ez létezik. Hogy ott van egy jó marketing rendszer, és akkor még a működésért még pénzt kérnek. Ez olyan, mintha most azt mondanám nektek, hogy hát ez az üzlet, amiben mi vagyunk, ez tök jó, de azért fizessetek már mondjuk havi 40 ezret, hogy az úgy neked működjön. Nem tudom, mit szólnál. Nem tudom, mit szólnál, hogy hát normális ez a Vili. És lehet, hogy még ki is fizetnéd, én meg jó elkölteném mondjuk, nem tudom, aztán mit szólnál. Tehát én látok ilyen horrorisztikus történeteket. Akik esetleg belecsusszantak, mert látok ilyeneket, azok meg tanuljanak belőle, hogy hoppá, hát hol tanította a Miklós, a René, meg a többiek, hogy ezt így kell csinálni, hogyha esetleg egy adott üzletben vagy. Ami az alaptanítás van, mindig az a forrástól tanuljatok mindent. Tehát én például, amikor mutatok nektek valamit, akkor én az én tapasztalataimat mutatom meg, és megmutatom a forrást is rögtön. Tehát ne az legyen, hogy hú, a Vili a megmondó, hanem a Vili az, aki a tapasztalatait mondja meg, és akkor hát, hogyha jónak látod, akkor azt megcsinálod, ha nem, akkor meg még mindig ott van a forrás, amiből meríthetsz, és akkor még jobban megcsinálod, mint a Vili. Értitek? Tehát ez is egy hiba, amikor látom, hogy emberek azt mondják, hogy az ő megoldások a tuti. Hát mikor hallottátok az én számból azt, hogy az, amit én mondok, az a tuti. Az nekem tuti, amit én mondok, mert én már kipróbáltam, nekem működött. Ez nem biztos, hogy neked is tuti lesz, de én odaadom neked az alapforrást is, amiből én merítettem, és nekem a tuti lett, és hát remélem, hogy neked is tuti lesz, de nem én mondhatom meg neked, értitek? Ugyanígy van a Lilla is. Tehát nagyon érdekes, ugye most látom, hogy sokan elkezdtétek, és hál' Istennek, hogy vannak a csoportunkban olyan emberek, akik, mint például a Lilla, hogy hiteles forrásból tudnak tanulni, az Access Consciousness nagyon jó rá lehet tenni a mi üzletünkre, mert egy jó tisztítást csinál, és a Lilla is azt mondja, hogy nézd, én ezt tapasztaltam, én ezt így csináltam, de odaadja az alapforrást, odaadja a könyveket, odaadja a mestereinek az alaptanításait. Így van, vagy nem? Tehát ez is egy hiba, amikor látom, hogy össze-vissza emberek mindenféle tanítást hallgatnak, és épp a Balassani egyik aranyos kolléganőnkkel beszélgettem erről tegnap, hogy ez akkora a merítés, tehát akkor az információ áramlás az interneten, hogy szegény emberek azt se tudják most, hogy mit hallgassanak. Én így könyörgök, hogy kérdezd meg a mentorodat, szponzorodat abban az emberben, vagy attól az embertől, aki hiteles a számodra, hogy mit hallgass. Mert hallgathatsz te ezt is, azt is, amazt is, de elmondom, hogy egy hatalmas katyvasz, egy turmix lesz, mert egyik ezt mondja, a másik pont megcáfolja, és akkor ott ülsz, esetleg írjátok ide, hogyha már tapasztaltatok már ilyen szó szerinti kiégést, hogy akkor mi az igazság? Most hordjak maszkot, ne hordjak. Most van halál, nincs halál. Most van Isten, nincs Isten. Most jó a network, vagy becsapás, vagy tudod így. Mindennek van egy jó megmagyarázó emberrel az interneten, hogy te meg ott ülsz, és kinek hiszel? Anyósodnak. És akkor jó, megbeszélitek. Vagy annak az embernek, akinek szintén nem megy az üzlet, és jó, megbeszélitek, hogy na igazad, hogy nem megy, és akkor jó. Nem a szponzorra beszéled meg, hanem azzal az emberrel, akivel úgy tudsz energiát cserélni, hogy megerősítitek egymást abban, hogy hát ez tényleg nem megy. Ahelyett, hogy olyan emberrel, aki megcsinálta, és akkor megkérdeznéd, hogy figyelj, akkor szerinted mit kéne nekem változtatni, megcsinálod, és eredményt érnél el. Igen, György is írja, hogy először belezavarodtam az ellentétes tapasztalatokban, nekem is káosz volt a fejemben. Esetleg írjátok már ide kommentbe, hogy igaz-e az, amikor rátalálsz a... Tehát
ez is kérdés, hogy hogyan találsz rá arra az igazi mesterre, akit úgy gondolsz, hogy az mester. A szíved fogja megmondani. Ne az elmédből hallgassátok a tanításokat, semmelyiket. A szíved meg fogja mondani, az intuíciód. Ezért kell ezt is erősíteni. De ezt is gyakorolnod kell. Tehát az intuíciód, a te istened, az nem fog téged becsapni, úgy hidd el. A szíved az nem fog becsapni, csak akkor, hogyha mindenféle ilyen susurgásokat hallgatsz, és akkor ide és oda is kapkodsz. Így könyörgök benneteket, és ez nagyon nagy hiba, a kapkodás. A kapkodsz, nézd meg! Még a szexet se lehet úgy csinálni, hogy össze a kapkodsz. Hát próbáld ki. Nem tudom, mit fogsz szólni, akár fiúból vagy lányból, ez nem úgy működik. Azt úgy szépen, úgy a módjával mondaná Székely nagypapám, azt így meg kell, és akkor csinálni kell a szívedből. Próbálj úgy csinálni ilyen dolgot, ha nem a szívedből csinálod. Mindent a szív dönt el, és hogyha már ez így van, akkor hallgass arra, akit a szíved diktál, és majd ő megmondja, hogy hát figyelj, akkor ezt így csináld, és akkor próbáld, teszteld. Ezért vannak ezek a 90 napok egyébként, hogy 90 napig köteleződj el mindig. Tehát minimum a 90 nap, hogy köteleződjél el, és tudjál visszacsatolni, beszélgetni arról a 90 napról. 90 nap alatt kiderül, hogy egy csomó dolog az adott üzletben, amit te csinálsz, és akkor mindig meg kell vizsgálni, hogy most azt folytassam tovább, mi az, amit esetleg elkövettem, amit vagy nem csináltam, amit jól lett volna megcsinálni. Tehát az a 90 nap, az legyen meg. Én általában úgy csinálom ezeket a 90 napokat, hogy és ezért jó minden nap videót csinálni, mert érdemes visszanézni. Nézed, itt így gondoltam, ezen a napon így gondoltam, hogyan is csináltam. És lesz egy mérőszámod, egy olyan számod, ami a következő 90 napot, a következő 90 nap irányát meghatározza. És amikor elindul a következő 90 nap, akkor már a tapasztalatokból leszűrve nem követed el azokat a hibákat, amiket esetleg elkövettél, és kiegészíted az alaptanításokat az újabb alaptanításokkal is, így mész tovább. Én néztem, hogy akik módszeresen megcsinálták a 90 napot, és utána a korrigációval újabb 90 napot elkezdtek, azok mindegyik sikert ért el. Viszont mindig szoktam mondani, hogy ha kihagysz egyetlen egy napot is, és tényleg úgy van, hogy ugye a hétvégig nem számítanak bele a 90 napot, de tudsz pihenni. Akkor újra kezdődik ám a 90 nap, és itt buknak meg sokan. Ez is hiba. Én ismerek olyan embereket, akik hatalmas tehetséggel áldott meg az Isten ezeket az embereket, viszont nem kitartóak. Egy-két-három videót megcsinálnak, egy-két-három szösszenetet, és akkor jön egy, mondjuk egy kudarc, vagy valami, és akkor rögtön alkoholhoz nyúlnak, vagy egyszerűen így valami oknál fogva másfele, tehát értitek, amiről beszélek. Azok az emberek, akik viszont nem ilyen okoskodóak, hanem módszeresen megcsinálják 90 napokat. Én ismerek ilyet, például a mi Gyurink, érted, nem teszem a másik neve, szenzációs lesz, amit ő produkál, én látom azt, hogy minden nap elküldi az ő videóját, minden nap megcsinálja, minden nap oda teszi, és akkor a fejlődésemen keresztül, hogy csak így nézek, mondom, te jó ég. És csak egy pici dicséret, egy pici like, és tudom, hogy Gyurink meg fogja csinálni, mert látom, hogy mit csinál. Tehát nézd meg, hogy te most hol tartasz abba a 90 napba, amit esetleg én sugaltam neked. Nézd már oda magadba, hogy te most már egy hete nem is csináltál semmilyen megmozdulás, se egy komment, se egy, vagy egy komment az oké, de se egy videó, vagy se egy olyan, hogy
Már kétszer nem voltál fönn a csütörtöki előadásunkon például, hogy nem is jössz így reggelente, vagy meg se nézed este se. Vagy már a fene tudja, hol jársz, már... Értitek, hogy sokan mondják, hogy könnyű neked. Én meg szoktam osztani a napi eredményeimet egy-két bizalmas munkatársaimmal. És ez nem azért, hogy én dicsekedjek, hanem azért, hogy példát mutassak, hogy azért, hogy lásd, hogy én kimegyek a harctéren, és csinálom azt. Csinálom mindig módszeresen azt, amit én mondok. És hát ők már nem mondják azt, hogy neked szerencséd van, mert látják, hogy mikor vagyok én is esetleg rossz passzban, a rossz passzokat hogy kezelem le, mikor ugródeszka számomra egy rossz dolog, mikor van az, amikor én is elkeseredem, emberből vagyok, mikor van az, amikor engem is tud inspirálni mondjuk egy munkatárs, és hogyan inspirál, és tehát ezek annyira izgalmas dolgok, és én azt annyira szeretem, mert a flow-ba, a mozgásban vagyunk, és így lehet elérni sikereket. Én ugye hibákról beszéltem most, de igazán nem is hibák ezek, hanem meg nem csinált dolgok, meg nem történtétett dolgok. Higgyétek el, mindannyiótokban benne van a teremtésnek a varázslatos ereje. Tök mindegy, hogy most online vagy offline, csak nekem a bolondériám az online, mert sokkal egyszerűbb szerintem, mint offline. Egyszerűen annyira egyszerű, de annyira egyszerű, mint a fajék, és mégse csinálják meg az emberek. Mégis túl akarják ezt bonyolítani. És tudjátok miért? Azért, mert nem hisznek saját magukba. Írd oda 0-tól 10-ig, mennyire hiszel magadba? Én sokszor látom azt, hogy odaírek, hogy 0. Semennyiben nem hiszek magamba. Oké, hogy beismered, de hát basszus, akkor dolgozzál már rajta egy kicsit, mert hogyha majd elkezdesz magadban hinni, és úgy viszed tovább a kommunikációt, akkor észreveszed, hogy elkezdenek benned is bízni. Hát hogyha benned, te magadban nem bízol, és ez is nagy hiba, akkor hogy a jó égbe fogod majd azt átélni, hogy te benned bízzanak sehogy se. Oké? Na hát eltelt ez a 30 perc, 35 perc, amit szoktam ilyenkor nektek mondani. Hát ez van. Nincs probléma, csak csinálni kell a dolgokat, és higgyétek el, sikerülni fog mindannyiótoknak. Úgyhogy ennyi lett volna ez a mai reggeli. Ha tetszett, osszatok meg a saját profil oldalatokon, iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, csináltok ti is saját YouTube csatornát, csináltok videókat, osszátok meg azokat is, mi is megosztjuk, meg egymás videót is megosztjuk, és teremtsünk együtt egy nagyot, online is és offline is. Sziasztok! Találkozunk a következő videóban, holnap 9-kor jövök hozzátok.